Feldíszítve áll mindenki tojásfája a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. Az igazgató azt mondja, nagy sikert aratott a kezdeményezés, számos óvoda, iskola és egyéb szervezetek is éltek a díszek leadásának lehetőségével. Berlinger Attila úgy nyilatkozott, ez a színes folt reményt adhat az embereknek abban, hogy hamarosan minden újra a régi lehet. Bár most oltópontként működnek, a kulturális intézmény munkatársai a pandémia alatt sem feledkeznek meg az országos ünnepekről. Közeleg a húsvét. Akármennyire is zárva vagyunk, hasonlóan az előző hónapok programjaihoz, most is online térben azért nem akarjuk elfelejteni ezt a csodálatos és nagyszerű ünnepet, amely egyben ugye vallási és állami ünnep is. Szeretnénk itt is különböző programokkal és műsorokkal kedveskedni a húsvétkor sajnos otthon és inkább zárt térben tartózkodó állampolgároknak. Egy nagypénteki János Passiót szeretnénk levetíteni péntek este 6 órától az online felületeinken. Ez egy 2016-os felvétel, amely a bátaszéki Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban készült. Ebből láthatnak most egy kis ízelítőt. Az archív felvétel Jézus szenvedésének történetét meséli el, az utolsó vacsorától egészen a temetéséig. És amikor arra a helyre értek, amelynek koponya hely a neve, keresztre feszítették Jézus, és ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Akkor így szólt Jézus. A nézők megszokhatták már, hogy szombaton mindig koncertet közvetítenek a Babits közösségi oldalán, a húsvét miatt azonban most más lesz a program. Szombaton este 6 órától pedig már egy húsvéti összeállítással fogjuk szeretettel várni a nézőinket. Itt a Babits stábja picikét körüljárta a húsvét kérdését, ellátogatunk Bátára, ahol a tojásfestésnek a művészetéről forgattunk egy nagyon klassz kis anyagot. Húsvét vasárnap és hétfő a gyerekeké lesz. Reggel 10 órától bábjátékot vetítenek az online térben. Mind a két program a Siogárdi Fecske bábcsoportnak a műsora lesz. Az egyiket vasárnap, a másikat hétfőn vetítjük. Ezekről tudni kell, hogy ezek országos fesztiválokon aranyminősítést szerzett programok, műsorok. Tehát az egész országban hatalmas sikerrel vetített és fogadott játékos műsorok voltak. Gyere elő, hallod? Tudom, hogy itt vagy. Itt vagyok, édesapám. Gyere le a toronyból. Jó, megyek. Sokszor mondtam már, de nem hallgatsz végig. Hát most ülj ide mellém és figyelj. Próbálunk az oltópont mellett, ami ugye mindenkinek fontos, természetesen a kultúráért is tenni, amennyit csak tudunk, és várjuk együtt a nyitást. Addig is kísérjék figyelemmel a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalát, ahol színes programmal várják az érdeklődőket.